Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszetről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos metszéspont. És hogy mi ez a metszéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda. Ő Jézus Krisztus. Mellesleg igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntöm a Pax TV nézőit a keresztmetszetben. Jézus biztosított minket afelől, hogy az Atya gondoskodik rólunk. Azt mondta, hogy kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. És mi ennél fogva merünk kérni, mert tudjuk, hogy az Isten az, aki ellát minket. Na de hogy is történik ez valójában? Amikor az Egyiptomból való kivonulás kezdetét vette, akkor vajon Isten leszállt a mennyekből és kivezette az ő népét Egyiptomból? Nem, felhatalmazott valakit, felszólított és felhatalmazott valakit arra, Mózest, hogy kivezesse az ő népét. Én azt gondolom, hogy nincs ez ma másként sem. Amikor mi kérünk, akkor valakitől kapunk. Amikor zörgetünk, akkor az ajtó túloldalán ott kell, hogy legyen valaki, aki megnyitja azt nekünk. Ehhez viszont jószívű emberek kellenek, akiket az Isten tud erre a feladatra használni. Ilyen Máté István is, a Mentés Másként Alapítvány elnöke. Szia, Sztyú! Szervusztok, szia! Ezt a megnevezést szeretett, Sztyú, ugye? Igen, így igen, szólít igen, mindenki? Általában igen. Mielőtt belemennénk az alapítványba, egy picit mesélj nekünk rólad. Én úgy tudom, hogy te már voltál a Pax TV vendége korábban. Igen, egy másik interjú keretében, ott a zenei múltammal kapcsolatosan beszélgettünk. Mert hogy az is van, nem csak az alapítványt végzett, hanem azért a zenében is. Igen. Jártos, hogy ez mit jelent? Egyébként keresztény zenével foglalkoztál, világi zenével? Hogy volt ez az életedben? Ez érdekes kérdés, mert hogy szerintem ilyen, hogy keresztény zene nincs. Zene van, és van olyan, hogy keresztény emberek zenélnek, muzsikálnak. Tehát hogyha, ez nagyon érdekes, mert sokat gondolkodtam ezen, és olvastam is utána. Tehát hogyha lejátszod azt a 4 akkordot, az lehet Maroon 5, lehet Nirvana, de lehet egy gospel is. Igazániból onnantól válik egy keresztény dallá, hogyha lehet ezt így mondani, hogy milyen szövege van, milyen üzenete van. Tehát, hogy azért mondom, hogy szerintem ilyen keresztény zene nincsen. És te csak a zenéléssel foglalkoztál, vagy akkor a szövegírással, hogy te keresztényé tetted a dalokat, vagy, igen, vagy éppen nem? Abszolút, tehát hogy alapvetően keresztény ember, vagy hívő emberként kezdtem el zenélni, még jó 25 évvel ezelőtt, és zenével és a szövegírással is foglalkoztam. És ott utána jött egy időszak, amikor nem hívő körökben mozogtam, de már, sőt, azt tudom mondani, hogy már amikor megvolt ez a zenekar, az Amnesty zenekar, akkor velük már kocsmákban, fesztiválokon is játszottunk, tehát hogy nem egyházi berkeken belül. Utána jött egy váltás, és utána pedig elkezdtem csinálni azt, U33-ot, ami egy szóló projekt. És amikor ti eljártatok kocsmákba zenélni, akkor keresztény szövegű dalokat játszottatok ott? Vagy olyat is? Igen, tehát ez nem egy, tehát hogy nem dicséreteket játszottunk, hanem a saját dalainkat, a saját megéléseinket. Tehát, hogy effektív nem egy ilyen direkt evangelizáció, vagy direkt szövegvilága volt az egésznek, hanem hogyha valaki elgondolkodott rajta, akkor akár megtalálhatta benne Istent. És hogy fogadta a kocsma közönsége ezt? Teljesen változó. Igazániból szerintem egy kocsmából szerintem a legfontosabb az, hogy hiteles legyél. Már ne az ivásban, hanem ahogy képviseled ott azt az egész dolgot. Hogy szerintem tökösnek kell lenni. Tehát, hogyha kiállsz, akkor nem egy ilyen alamuszi kis nyuszi vagy, hanem igenis azt kell éreznie kell a közönségnek, hogy, és ez amúgy nagyon fontos szerintem ma, hogy a hívő emberek számára is, hogy legyetek tökösek. Tehát az, hogy legyenek bátrak, legyen helyén az identitásuk, legyenek merészek kiállni az ő megváltójuk, és ebben jó belekavarodtam.
Teljesen egyetértek veled, egyébként megelőztél, mert én is azt akartam mondani, hogy nem hiszem, hogy csak a kocsma emberénél kell ez a fajta hitelesség és tökösség, ahogyan mondtad, hanem ha már említettem itt az előbb Mózest, azért oda is kellett ez a fajta tökösség, hogy ő tízszer odaálljon az a fáraó elé, és megmerje tenni, amire őt az Úr felszólította, és így van ma az evangéliumot hirdető ember is, hát felszólította az Úr, és hát vállalni kell. Igen, tehát hogy meg amikor kiállsz egy nem hívő közösség elé, akkor ott teljesen más a feedback, a visszajelzés. Tehát ott nem az van, hogy ilyen kedvesen megsimogatnak, megveregetik a válladat, ha jó voltál, ha nem, hanem ott azért így élesen az arcodban megmondják neked, hogy figyelj, ez nem volt túl jó. Tehát, hogy... De ha már szóba jött a hitelesség, akkor Pál azt mondta, hogy a zsidóknak ő zsidó, a görögöknek görög, te a kocsma emberének, hogy hiteles legyél, ugyanaz a sztyú vagy, mint amikor keresztény berkeken belül zenélsz? Mert hogyha más is más vagy, akkor megmarad-e a hitelességed, az identitásod? Hogy van ez? Alapvetően nem tudok más lenni, mint hogy önmagam legyek. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy én nem is akarok más lenni a keresztény berkeken belül, mint kívül. Sőt, bennem egy időben egy meghasonlás is volt, mert hogy én ezt próbáltam megélni, vagy valamilyen módon, hogy nekem másnak kell lennem egy keresztény berkeken belül, és másnak kell lennem. Itt a kérdés az, hogy mit jelent, hogy másnak lenni, tehát mit értünk ez alatt. Tehát, hogy de alapvetően nem célom. Tehát ugyanaz az ember szeretnék lenni egy kocsmába, ugyanaz egy ember szeretnék lenni egy gyülekezetben, mint aki itt ül most veled szemben. Tehát, hogy nem akarom megjátszani magam, nem akarom eljátszani azt, ami nem vagyok, viszont azt viszont képviselni akarok, ami vagyok. Tehát arról akarok beszélni, amiről tudok, amit megéltem, amiről hitelesen tudok beszélni és képviselni, amiről meg nem, azt így azt lehetom mondani, hogy figyelj, nem biztos, hogy én vagyok az embered, vagy tudom azt a választ, amire te kíváncsi vagy. Aztán a zene az kinőtte magát, ugye? Viva Comet, kétszeres szikradi érdem, és azt mondod, hogy mindez 25 éve már így történt az életedben, hogy ezek az üzenetek ott voltak, ebből feltételezem, hogy a megtérés még korábban történt. Hogyan jött ez? 13-14 éves koromban, 94-ben, 93 magasságában történt a megtérésem. Egy utcai evangelizációm, érintett meg Isten. Ami nagyon megérintett, az Isten feltétel nélküli szeretete. Tehát az üzenet, amit Krisztus képviselt, amit Krisztus hozott el, az Istennek a feltétel nélküli szeretete. Tehát, hogy úgy vagy Isten szeret és elfogadott. És hogy nem kell értetenni semmit, nem kell semmit cselekednem pluszban, kiérdemelnem, hanem Isten ebben a mi voltomban képes elfogadni, amiben most vagyok. Ez nagyon megérintett, és szerintem volt egy jó pár hónapom. Megtértem, megkeresztelkedtem, és Isten tényleg így megérintett, és volt egy jó pár hónap, ami ilyen fantasztikus élmény volt Istennel, de szerintem azt gondolom, hogy nem tudtam ezt meggyökerezni ebben az egészben. 13-14 évesen. Igen, abszolút nem tudtam meggyökerezni, és onnantól kezdve egy keresztény család gyermeke voltam, akik jártak gyülekezetben, és így nőttem fel. Tehát akkor volt egy gyors fellángolásod a dolog iránt, aztán ez szépen lassan kezdett el aludni benned, onnantól kezdve pedig azért jártál a gyülekezeti alkalmakra, mert hogy a család is járt. Persze, így van. És az Isten nekem tehát az Isten képem az egy közösségi Isten volt. Tehát nem a személyes megváltott személyes Istened. Annak ellenére, hogy mondjuk a megtérés során, hogy amikor találkoztam Krisztussal, akkor ugye ez a benyomásom volt, de ez a kép így kezdett megváltozni az egészről. Akkor megfogalmazódott benned az, hogy Isten ott van, hogyha elmentek a közösségbe, na de veled kettesben nincs ott? Igen, pontosan erről van szó. Tehát, hogy is ez volt a legszörnyűbb, és szerintem ez is volt az, hogy belül nem tudtam meggyökerezni, nem tudtam ezt a dolgot hova tenni, hanem volt egy ilyen kettősség bennem. Engem ami még foglalkoztat ezzel kapcsolatban, és nagyon megütötte a fülem, hogy azt mondtad, hogy megismerted Isten feltétel nélküli szeretetét. Ehhez viszont az kell, hogy egyfajta űr
a szeretet témájában egyfajta űr legyen a szívedben, nem egy szeretetlenség, egy hiányérzet. Nem is, hogyha nem is szeretetlenség, de valami űr kell, hogy legyen ott. Ez 13-14 évesen benned már ott volt, és tudatos volt, tudtad, hogy ez hiányzik neked? Tehát szeretetlennek érezted magad? Hogy volt ez? Alapvetően tehát egy normális családban nőttem föl, végtelenül kedves szüleim voltak a maga hibájukkal és a problémájukkal együtt, de szerintem már ilyen, hat évesen már ezt így éreztem, hogy emlékszem az első, amikor szerintem 6-7 évesen volt az első találkozásom például a halállal, hogy mit jelent meghalni. Mert ugye erről nem beszéltünk otthon, és iszonyatosan megrémisztett ez az egész, és elég hosszú ideig. De hogy egy szeretett személy, egy ismerős elköszönt, és ezáltal találkoztál vele, hogy jött neked ez a téma? Abszolút nem, tehát hogy nem is tudom, tehát senki nem hunyt el a környezetemben. Egyik este szerintem elkezdtem ezen valahogy, lehet, hogy a szüleim beszéltek erről, és akkor megragadott, vagy bennem maradt, és akkor kezdett el így foglalkoztatni ez a dolog, és emlékszem, hogy mennyire megijesztett az, amikor, hogy lefeküdtünk. Talán megvan, édesapám mindig mondta, megvan. Édesapám mindig mondta a lefekvés előtt, amikor lefeküdtünk a húgommal aludni, hogy ez a mondat hangzott el, hogy úgy feküdjetek le, hogyha másnap nem kelnétek föl, akkor tehát, hogy ne legyen harag a szívetekben. Tehát, hogy bocsássatok meg egymásnak, szeressétek egymást, tehát hogy ezeket a dolgokat még lefekvés előtt, alvás előtt próbáljátok meg letenni. És akkor szerintem ez ami így elindította a gondolatomat, hogy miről van szó. és nagyon megijesztett ez a dolog. Ugyanakkor meg szerintem nem tudom megmondani neked azt, hogy mi az, mert hogy a szüleim próbálták szerintem a maguk módján megadni azt a szeretetet, ami minden gyerek vágyik, de valahogy ez nekem kevés volt. És nem azért, mert hogy ők kevesek, hanem egyszerűen egy... Érezted, hogy kell valami több, valami hiányzik. Pontosan. Aztán megkaptad ezt, és mégis el tudott aludni a dolog. Hogy lehetséges ez? Szerintem a két dolog egyszerűen nem tudatosult bennem. Tehát az értelmemben nem tudatosult, hogy mi történt, hogy mi ez az egész, hanem az érzelmeim vittek inkább. Tehát az érzelmeimmel hatással volt, és az érzelmeim vittek, és egy folyamatos vágyakozás, egy folyamatos érzelmi hullámban voltam benne, de ez nem tudatosult ugye az elmémben, hogy ez mit jelent valójában. És ebből fakadóan ez várható volt, hogy ki is fog hunyni. Tehát, hogyha a érzelmeken alapszik ez az egész dolog, akkor nem fog ez megmaradni hosszú távon. Ma pedig mégis itt vagy, és hát a kereszténység témájában ültünk le egymással beszélgetni, milyen a keresztény identitás, milyen a Krisztus követése, tehát visszatért az életedbe. Hogy történt? Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és mind a mai napig tart. Nekem volt egy elég komoly mélyrepülésem, jó 8 évvel ezelőtt, ott akkor elég sok minden történt, különböző szerek használata, folyamatos depresszió, szuicid gondolatok, és ez jó 4 éven keresztül gyötört, és innen kellett felállni. Az igazániból az egésznek a lényege az, hogy folyamatosan az életemet, tehát hogy az életemet folyamatosan próbáltam újra és újra építeni. És megértettem, hogy nem tudom, 6-szor vagy 7-szerre omlik össze az ember élete, akkor ott már valami baj van, tehát hogy ott gond van. És megértettem, hogy a Jézusi példázatban, amikor mondta, hogy a fövényre vagy kősziklára, hogy az én életem az nem a kősziklám van, hanem a fövényem. Ez mit jelent? Gyakorlati szinten az azt jelentett, hogy tudtam Istenről, tehát volt fogalmam Istenről, volt fogalmam Bibliáról, volt fogalmam arról, hogy hogyan kell imádkozni, milyen szófordulatokat kell mondani, hogyan kell elmenni egy Isten tiszteletre és dicsérni az Istent, hogyan kell érzelmileg bevonódni. Tehát ezek a formulák megvoltak, de hogy ez valósággal belül mit jelentett, halvány gőzöm nem volt. És nagyon érdekes, mert hogy a kell, hogy mit, hogyan kell, az nem te vagy. Igen. Hanem egy viselkedési formát követsz, van egy minta, amit megpróbálsz magadra húzni,
de hát az nem te vagy. Pontosan erről van szó. Tehát ez változott meg, és ez nyert értelmet, amikor az ember Krisztussal találkozik személyesen. És onnantól kezdve teljesen más, egyedi. Tehát hogy ez egy teljesen személyes, egyedi útról van szó. És ez meg is ijesztett először. Nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen lesz, nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen dinamikája van egy ilyen kapcsolatnak, egy isteni kapcsolatnak. Tehát, hogy én addig megéltem egy közösségben ezt az isteni élményszerűséget, mert hogy hatással volt rám, de az, hogy személyesen ez milyen hatással lesz az életemben, és hogy ez hogyan fog történni, mit fog létrehozni, az a halvány gőzem nem volt. És miután sokadjára összeomlott az élet, akkor elgondolkodtam ezen, hogy oké, tehát itt most már nem akarom újraépíteni. Tehát, hogy nincs értelme, nem tudom, ennél jobban már nem tudom, mit csinálhatnék még. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk meg tényleg Istent, próbáljuk meg Krisztust. És akkor ott megpróbáltam azt, hogy... És ez egészen odáig ment az életedben, hogy nem csak önmagad életét építetted erre a kősziklára, hanem azóta próbálod egyengetni mások útját is. Merném azt mondani, hogy igen, de hát tényleg, tehát hogy én egy tök egyszerű csóka vagyok, egy tök egyszerű figura vagyok, tehát hogy amit tudok megtenni, annyit, amin van, azt tudom adni csak, tehát hogy ennél többet nem, de alapvetően próbálkozok abban, hogy segíteni más emberek életében. És akkor el is jutottunk a Mentés Másként Alapítványhoz. Uh-huh. Mit akar ez az egész? Jó 3,5 évvel ezelőtt elkezdtem, multinál dolgoztam 19 éven keresztül, és utána váltottam, egy nagyon erős váltás volt, és a szociális szférába kezdtem el dolgozni hajléktalan emberekkel, egy hajléktalan nappali melegedőben, a Vörösmarty utca 17 számban, ami a Golgota keresztény gyülekezetnek a fenntartása alatt működik. És ott kezdtem el dolgozni. Ez nagyon éles váltás volt, viszont azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy ez megtörténhetett az életemben. Amiért oda kerültem az igazániból, az apropója, hogy ne csak egy nappali melegedőként funkcionáljon ez az intézmény, hanem próbáljunk meg ennek a keretein túl lépni. És mivel az akkori vezető ismert engem, és tudta az ilyen eszelős ötleteimet, ezért megkért engem, megkérdezte, hogy lenne kedvem, és hogy tudnék-e valamit kezdeni. Aztán mondtam neki, hogy próbáljuk meg. És akkor ott elkezdtem dolgozni. Általános tevékenységeket csináltam, mint az összes kollégám, plusz mellette elkezdtem foglalkozni érzékenyítéssel. Mit akar az érzékenyítés? Tennéd fel ezt a kérdést? Igen. Az érzékenyítés az a két irányban. Az egyik irány az a társadalom felé, tehát a civil emberek felé történik egy érzékenyítés, a második pedig a hajléktalan emberek felé. Tehát mind a két oldal felé szükséges az érzékenyítés. Most egy picit menjünk bele. Okay. Kit érzékenyítünk ilyenkor? Amikor azt mondod, hogy a társadalom felé, akkor a társadalmat érzékenyítjük a hajléktalan ember felé, tehát hogy más szemmel nézel rá, mint pontosan, ahogyan eddig tehát nézel. Igen, van egy általános kép ugye a hajléktalanságról, van egy általános kép benyomásunk a hajléktalan emberekről. Igen. És ezt egyrészt megismerni, azt, hogy konkrétan mi az, ami alapján ők ezt a képet kapták, vagy kapják, vagy megalkotják ezt a véleményt, és hogy ez valós-e, vagy sem. És hogy adott esetben, nem is azt mondani, hogy változtatni, mert én nem akarok változtatni, tehát hogy mindenkinek egyéni szabadsága van, hogy hozzon egy értékítéletet, de hogy igazániból tájékoztatni, hogy az emberek nagy többségét, hogy kik ezek a hajléktalan emberek, hogyan kerülnek ilyen helyzetbe az emberek, és hogy és ennek függvényében döntsék el, vagy ennek függvényében hozzanak értékítéletet, vagy alkossanak véleményt. Nos, szolgálatra szükség van ezen a téren, mert hát ezek szerint nem elég érzékenyek, és egyébként én is tapasztalom, hogy az emberek nem elég érzékenyek a hajléktalanokkal szemben, pedig hát nem tudjuk, hogy kivel mi történhet, biztos van, és kimerem jelenteni, hogy biztos, hogy van olyan, aki
vagy tehet róla, vagy nem is bánja, hogy itt tart az élete, de nagyon sok, én személy szerint ismerek nagyon sokat, és egyébként küldtem is a Golgotához olyan személyeket, akik egyszerűen egyik nap még rendben volt az életük, másik nap történt egy óriási recs, amiből egyszerűen képtelenek voltak kilábalni. Mindenkinek megvan a maga sztoria. Na most kell az érzékenyítés. Te viszont úgy érkeztél oda, hogy erre az érzékenyítésre nem volt szükséged, hanem te kezdted el ezt a feladatot végezni. Miért nem volt neked szükséged arra, amire egyébként a köznek szüksége van? Alapvetően, mert felismertem az életemben azt, hogy én is lehetnék ugyanez egy közülük. Tehát, hogy nagyon kevés. Tehát, hogy a mai világban nagyon egyszerű lecsúszni, szétcsúszni és padlóra kerülni. Isteni kegyelem, isteni szerencse az, hogy ez nem történik meg sokunkkal. Tehát, hogy annyiban tök jó, hogy van valakinek kapcsolati tőkéje, vannak mellette szerettei, vannak mellette barátok, testvérek, akik fel tudják őt segíteni, anyagilag tudják őt segíteni, hogyha nehéz helyzetbe kerül, tudtanak tanácsot adni, ott tudnak melletti lenni 0-24-ben, stb. Tehát, hogy effektív tényleg fizikailag és lelkileg is tudnak segíteni. Viszont vannak olyan emberek, akiknek nincs. Tehát nincs meg ez a kapcsolati tőkéjük, nincs meg ez a kör, eleve teljesen más háttérből indulnak. És én emlékszem vissza, amikor 8 évvel ezelőtt, miután szétzuhant az életem, akkor egy 100 négyzetméteres kecóból, lakásból, saját tulajdonból egy ilyen 5-6 négyzetméteres mosókonyhában egy szivacson feküdtem. És jó 6 hónapon keresztül annyi volt a iszém, dolgoztam, és napi szinten az, hogy meg tudjak élni, és túl tudjak élni, egy alma, meg egy instant kínai leves volt a iszé. Ez óriási váltás. Brutális volt, és nem csak ez, hanem szembenézni minden másra. Tehát avval, hogy szétcsúszott, az, hogy elveszítettem mindent, az, hogy ezt nem lehet visszacsinálni, hogy most mit csináljak, és hogyan történik, és hogy igazániból izoláltam is magamat, tehát hogy nem akartam, tehát hogy az emberben van egy szégyenérzet is, és ebben a szégyenérzetben még inkább rátesz erre az, hogy nem akarom, hogy senki tudjon róla, nem akarom, hogy ebben próbáljanak segíteni, majd én megmutatom, hogy föl lehet állni, fel tudok állni, majd én megmutatom, hogy képes vagyok rá, és nem kérek segítséget senkitől. És ez jó sokáig megy, és utána az ember rájön, hogy igazán nem megy. És ez nem is baj, hogy rájön az ember, hogy merjen segítséget kérni. És hogy nekem tök szép történet nekem az a sztori a Bibliából, ami arról szól, hogy azt a gutaütöttet, akit 4 barát vitt. Tehát eszelősek voltak. Nekem ez annyira tetszik az a példa, amikor megfogják, és az ágyon viszik ott Jézushoz, és megbontják a háztetőt azért, hogy Jézussal találkozzon. Az a baj, hogy sokszor olvassuk ezeket a sorokat, de nem elevenedik meg a szemünk előtt, hogy kibontottak egy tetőt. A tömegen keresztül verekedték magukat fel a háztetőre, kibontottak egy tetőt, és leeresztették az ő barátjukat. Tehát pontosan. Szó szerint eszelős. És szerintem ennek kell, hogy legyen a kereszténységnek. Tehát a hívőnek ez erről szól, nem véletlenül beszél Jézus ugye arról a irgalmas szamaritánus történetéről is. Tudod, hogy én is a Biblián gondolkodom közben, amíg hallgatlak téged, de bennem a tékozló fiú története jött fel, és lehet, hogy nagyon viccesen fog hangzani, és mindjárt megmagyarázom, hogy miért gondolom ez, de hogy nevezhető-e az az ember, aki még nem jutott el Istenhez, egy szellemi hajléktalannak. Mert hogyha megnézzük a tékozló fiú történetét, hogyan lesz valaki hajléktalan? Most mondtad el, hogy elkerül otthonról, egyszerűen elkezd élni az utcán, tengleng. Hát ez a fiú éppen ezt tette, csak volt egy vagyona, aztán amikor az elfogyott, akkor vágyakozott a disznók mosléka után, és valószínűleg ő egy hajléktalan lett. Senki nem fogadta be, senki nem foglalkozott vele, a javai eltűntek, innentől kezdve ő már semmit nem jelentett a világban. És aztán ez a fiú megfordult és visszament az ő atyához, ahol megint a ház urának a fia lett. Tehát volt egy hajléktalan időszaka, amiből őt a megtérése vezette ki. Kezelhetjük-e így magunkat? Nagyon sokszor húzza a hívő ember magára a tékozló fiú történetét, meg kellett, hogy térjek vissza, kellett, hogy menjek az atyához.
Nevezhető az ember ilyen módon egy szellemi hajléktalannak, amíg nem találja meg, bár viccesen hangzik ez az egész. Szerintem nem vicces, szerintem ez rohadt komoly, és hogy abszolút így. Sőt, én ennél durvábbakat szoktam mondani és gondolni erről. Tehát, hogy szerintem a világ pöccet gödréből emelt ki Krisztus bennünket. Tehát, hogy lement a ciszternába, a szennyvíz közé, és azt mondta, hogy akkor innen emellek ki. Tehát, hogy abszolút, szerintem ez abszolút teljesen jó kép. Tehát, de nem is akarom szépíteni, hát ilyenek voltunk. És én pontosan tudom magamról, hogy lelkileg is, és az, hogy fizikailag nem kerültem ilyen helyzetben, az tényleg isteni szerencse. De lelkileg abszolút ezt tudom mondani, hogy figyelj, tök üres. Egy otthontalan, egy boldogtalan, tulajdonképpen egy olyan ember, aki mindent eltékozolt személy voltam. És hogyha őszintén magában néz egy hívő vagy nem hívő ember, akkor ezt ott fel tudja fedezni. Nekem egy nagyon nagy kép volt, amikor voltam nemrégiben misszióba, Ukrajnába, Kárpátalján, és onnan jöttünk a hazafelé, és akkor így tök megelevenedett számomra az a Biblia idézet, amikor Jézus hogy mondta, hogy boldogok a szegények. És hogy sose értettem, hogy mitől boldog? Miért, mi a öröm abban, hogyha valakinek nincs? És akkor értettem meg, amit a fölkapcsolta volna bent a villanyt, hogy a felismerés óriási dolog, óriási ajándék az a felismerés, az, hogy te szellemi hajléktalan vagy. Az egy hatalmas ajándék. Addig a pillanatig, amíg ez nem történik meg, az ember mindig is ilyen nagyon önérzetes, na ezt kikérem magamnak, na ezt, nekem ezt ne mond, de hogy valójában, tehát hogy a tény marad, és az igazság marad. Persze természetesen nem akarok megsérteni senkit, de akkor úgy beszélek inkább, hogy az én életem. És ezt, amikor a hajléktalanokkal szoktam beszélgetni, vagy a fedél nélkül vendégeinkkel szoktam beszélgetni, akkor abszolút én mégis mondom neki, hogy nem vagyok külön, mint ők. Ugyanaz az ember vagyok, és ugyanazok a problémákkal küzdök, mint ők. Csak ők sokkal látványosabban. De, és ezt szoktam mondani a civil embereknek is, hogy ugyanolyanok. Tehát, hogy a kitartással küzdködnek, a konfliktussal küzdködnek azzal, hogy menekülnek az érzéseik előtt, a problémáik elől. Ugyanúgy, mint bárki más. Csak ők más életszínvonalon élik meg ezt. De visszatérve az előzőre, tehát hogy a felismerés az, amikor az ember felismeri, hogy valójában ki, szerintem az egy óriási, számomra óriási ajándék, hogy megértettem, hogy én egy lelki szegény vagyok. Amit te mondtál, ezt a mai nyelven ezt lefordítva, egy lelki hajléktalan vagyok. És szerintem elmondta Krisztus, hogy boldog vagy akkor, hogyha ezt meglátod. Boldog, óriási ajándék, megajándékozott vagy, ha ezt felismered a szívedben, a lelkedben és az elmédben. Mert onnantól kezdve kell tud történni a csoda. Mert onnantól kezdve tud azt mondani, hogy oda tudsz mondani, hogy Istenem, szükségem. Mert akkor látod meg, hogy szükségben vagy. Addig, amíg nem látod, hogy szükségben van, az ember rohadtul önelégült. Azt gondolja, hogy mindent meg tud oldani, mindenre van válasza, neki nincs szüksége senkire. És akkor jön, mint az én életemben egy pont, hogy oké, akkor menj, csináld. És akkor hatszor építsd föl az életedet. Vagy hétszer, vagy százszor, akárhányszor. Megteheted újra és újra, de egyszer majd bele fogsz fáradni. Én legalábbis belefáradtam. Belefáradtam, hogy újra és újra felépítsem az életemet, és újra megmutassam azt, hogy én meg tudom csinálni. Barátom, nem tudtam megcsinálni. Képtelen voltam rá. És így utána elfogyott, és azt mondtam, hogy ezt nem bírom tovább. Tehát, hogy belerecsenek ebbe. Konkrétan igen. És nem véletlenül lehet látni a mai világban, hogy az emberek belerecsennek. És talán ez a mércéje annak, hogy ki mikor tér meg, hogy hányszor vagy képes egymás után elmondani és erőt venni magadon, és azt mondani, hogy majd én megcsinálom, majd én, és hol fáradsz el ebben az egészben. Igen. Van, aki rövid idő után elfárad, és kegyelmes, hogy hamar felismerheti azt a helyzetet, hogy már pedig neki Krisztus nélkül ez nem megy. Vannak, akik viszont úgy, mint te, 6-7-szer is nekiállnak a házépítésének. Igen. Hogy működik most ez a szolgálat, ez az érzékenyítés a társadalom felé, és hogy működik, mert nyilván azért kell őket is, a hajléktalanokat érzékenyíteni, mert a társadalomtól már kaptak valamit, amit megszoktak, és most valami másba akarjátok átvezetni, hogy a társadalom tud másmilyen is lenni, nyilván ők pedig fogadják ezt másképpen. Alapvetően ugye ez, szerintem ez úgy,
Jó, hogy akkor válaszom az első kérdés, hogy hol tart most. Tehát, hogy alapvetően amiket csináltunk eddig, azok az érzékenyítés alatt, tehát gyakorlati szinten például arról szól, hogy szerveztünk négy vacsora estet. Ami arról szólt, hogy kibéreltünk egy éttermet, és egy menü áráért két személy tudott vacsorázni, és meg lehetett hívni egy hajléktalan embert vacsorára. Ez mit jelent? Tehát ez az azt jelenti, hogy eltöltesz egy vacsorát. Közösségvállalás a hajléktalanokkal. Pontosan, leülsz vele, és beszélgetsz, és közben étkeztek. Ez hihetetlenül jó. Brutális, tehát megdöbbentő volt számunkra, hogy ez működik, és hogy milyen hatással bírt, és milyen hatással bírt mind a két félre. Tehát élettörténeteket meséltek el, hogy ki milyen, és hogy tudtak az emberek kapcsolódni egymáshoz. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És ebből is látszott, hogy érzékeny, tehát mind a két fél tudta egymást. Tehát, hogy nem is kellett, igazából csak egy eseményt kellett létrehozni, meg az ötletet, és az emberek önmagukat érzékenyítették, mind a két fél. De hogy történik ez, hogy adottak ott a hajléktalanok, és akkor egyszerűen csak random ül le valamelyikkel, vagy fogtak az emberek az utcán egy hajléktalan, és azt mondták, hogy gyere el velem vacsorázni. Hogy kell ezt elképzelni? Nagyon érdekes volt, mert egyszer eljött egy polgármester is az eseményre, és fölhívott a titkárnője, hogy hát bajban van, mert hogy a polgármesternek nincsen hajléktalan ismerős, és ő nem tud kit hozni a vacsorára. És akkor mondtuk neki, hogy ez nem erről szól, tehát a hajléktalan embereket, azokat mi biztosítjuk. Tehát, hogy mi megkérdezzük a nappali melegedőben, hogy kinek lenne kedve ezen az eseményen részt venni. Aki szeretne, avval leülünk, beszélgetünk, hogy mi fog történni pontosan, hogyan fog ez lezajlani, és akkor ők voltak a vacsora vendégek. Csúnya kérdés, de a hajléktalanokon, vagy hajléktalanokban azon túl, hogy volt egy jó vacsorájuk, maradt meg valami ebből? Azt gondolom, igen. Tehát, hogy itt nem csak arról szól, de tisztázunk valamit, ha csak már megtömted a hasát egy estére, már azt gondolom, hogy jót tettél. És nem kell megváltani minden esetben a világot. Világos, de hogy az érzékenyítés a cél? Alapvetően igen, tehát ez tapasztalható és látható, és hogy nekik is nagyon fontos az, hogy eljusson, hogy nem minden ember ítéli meg őket, nem mindenki nézi le őket, hanem vannak ilyenek is, vannak olyanok is. Tehát a cél az tulajdonképpen, hogy ne általánosítsunk, ne hozzunk úgy egy értékítéletet, hogy nem tudjuk a másiknak a történetét, nem ismerjük a másikat. Ismerjük meg, és utána tudunk csak bármit mondani a másikról. Sztyú, kérjetek és kaptok. Jobb adni, mint kapni? Abszolút. Miért? Ez nem kérdés. Azért, mert alapvetően szerintem az adásban, amikor az két dolog, hogyha az Isten, tehát isteni oldalról nézzük az egészet, akkor egy isteni tevékenységet adsz. Tehát tulajdonképpen, amit Isten napi szinten tesz, az rajtad keresztül történik meg. Tehát, hogy egy isteni tervnek, egy isteni munkának vagy a része. Másrészt pedig szerintem ennek van egy lelki folyamata is. Tehát az, hogy egy értéket képviselsz, az, és ez nagyon fontos, hogy ez az érték megerősödjön az emberben, hogy képesek vagyunk arra, hogy egymásnak tudjunk adni. Tehát, és a másik pedig az, amikor az, hogy megérteni, hogy szerintem ott történik egy fordulat, hogy az önzésből, nem az a lényeg, hogy én kapjak folyamatosan, hogy nekem adjatok, hanem az, hogy én adjak. Nagyon kemény, és nagyon nehéz, és fárasztó, és el lehet benne fáradni, és fel kell töltődni, nem is ezt mondom, hogy nem, de alapvetően szerintem sokkal kifizetődőbb, és sokkal nagyobb ajándék. Én azt látom így, hogy három szegmens felé is szolgáltok, három irányú a szolgálatotok. Az első, ez az egoista énképből való átformálódás, hogy megosztod magad másokkal, amit van, az a hívő ember rádöbben arra, hogy amin van, az valójában Krisztus, és ami ebben a világban, az enyém. Arról pedig azt mondja, hogy a rozsda is a moly megemészti, fölösleges ragaszkodni hozzá, és tulajdonképpen a szívünket osztjuk meg akkor, amikor a javainkat megosztjuk mással. Ez egy informálódás, én azt gondolom. Mindemellett, ami most lejött nekem, hogy amikor ti adtok, akkor nem csak, és ez a második közeg, akifelé szolgáltok, akiket kiszolgáltok, nekik egyértelmű, hogy adtok. De adtok egy mintát, egy példát azoknak is, akik eddig nem adtak, és buzdítjátok őket arra, hogy tegyétek meg ti is bátran, merjetek kilépni. Igen, tehát én nekem a célom az, hogy egyszerűen eljutassam az, hogy adni cool. Egy nagyon menő dolog adni. Tehát az egyik legmenőbb dolog a világon,
hogyha oda mersz menni, és a másikat meg tudod segíteni. Függetlenül, és most nem csak hajléktalan emberekről beszélünk, bárkiről. Szerintem az egyik legfantasztikusabb dolog. Iszonyatosan felemelő, iszonyatosan fel tudja tölteni az embert. Most, hogyha nem Krisztusról, és nem a Bibliáról, és nem Isten szemszögéből nézzük, akkor is azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon felemelő és fantasztikus érzés, amikor egy másik embertársadnak a nyomorúságán, a nehéz helyzetébe odalépsz mellé, és egyszer megfogod a karját, és alányulsz a hónalján, és fölemeled, és azt mondod, fia, itt vagyok, támaszkodj rám. Szerintem ez egy óriási, hatalmas dolog. Tehát ilyen ettől válik szerintem az ember emberré. Tehát, hogy egy olyan gerincet, egy olyan méltóságot ad az embernek, amire igazándiból azt gondolom, hogy lett teremtve. Amikor Jézus felszólít minket erre, hogy kérjünk, akkor tulajdonképpen egy olyan dologra hív el minket, amit nem teszünk. Azt mondja, hogy kérjetek. Akkor mondhatjuk azt, hogy merjetek már kérni. Legyetek már tisztában azzal, hogy akitől kérnétek, ő meg is adja. Legyen egy olyan istenképetek, aki el akar látni titeket, ezért merjetek érte nyúlni, merjétek segítségül hívni. A ti szolgálatotok, hogyha tőletek nem kérnek, hogyha nem keresnek meg titeket a problémák, akkor lehet, hogy ti keresitek, de nyilván nagy segítség nektek az, hogyha valaki elétek viszi a problémáját. Mi emberek, amit Jézus mondott nekünk, kérjetek, merjünk, ez egy tényleges, egy erőteljes felszólítás, hogy kezdjünk el végre kérni, kezdjünk el zörgetni, kezdjünk el hinni ezekben. Szerintem ebben alapvetően nekem a kérésből a kapcsolatfelvétel jön le, tehát hogy és ez a lényeg az egésznek, hogy a kérésnek az onnantól kezdve két fél kapcsolatáról szól. És mint intézmény szinten, mint emberi szinten ez egy nagyon fontos, tehát hogy kapcsolódni. Nekem több szempontból fontos, tehát megértettem a kérésnek a lényegét. Amikor én magam problémában voltam, és nehéz helyzetben voltam, és nem akartam kérni, mert hogy én majd. És megértettem, hogy ez így nem, tehát szükségszerű, és hogy nem baj, ha kérsz, nem szégyen. Nagyon, nagyon, főleg azt gondolom, hogy lehet, hogy a férfiakban erőteljesebben ott van ez, de akkor inkább lehet azt mondani, hogy nagy általánosságban az emberek nem mernek kérni, nem akarnak kérni, mert úgy érzik, hogy kiszolgáltatottá válnak, de nem válsz attól, emberivé válsz attól. Meg egy ilyen megalázó helyzet ez az egész, nem? Talán. Micsoda? Az egoista ember számára, ja. Az, hogy ő kérjen. Igen. De hogy alapvetően szerintem ebben semmi megalázó nincsen. Szerintem pontosan elismerjük azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és ez nem baj, hanem ilyenek vagyunk, és hogy merjünk kérni. És nem utolsó sorban pedig nekem az is nagyon tetszett, amikor... hogy, és igenis szerintem ez egy feladat akár a mi munkánknak, de akár a hívő embereknek is az, hogy ha nem jön kérés, akkor menj be oda, abba a közegbe, és legyél ott velük, és próbáld meg, nem is, hogy próbáld meg elérni, mert ez rossz szó, hanem menj közéjük, menj az emberek közé, és legyél ott velük, és ki fog alakulni majd az, hogy felveszik feled a kapcsolatot, elkezdenek érdeklődni, és utána pedig megfogalmazzák a kéréseiket, a kérdéseiket. És nekem ez tök tetszik Krisztusban, hogy ő ezt csinálta. Tehát ő bement abba a közegbe, leült velük, felvette a kapcsolatot, és ennek a kapcsolatnak lett a következménye, az emberek elkezdtek érdeklődni, elkezdtek feltenni kérdéseket, és utána, amikor Jézus adott válaszokat, akkor az megmozdította az ő szívüket, és annak következtében elindult az, hogy elkezdett kérni. Mi a cél a hajléktalanokkal A-ból B-be való eljutás? Miért történik az egész érzékenyítés, az egész szolgálat? Mi ezzel a célotok? Alapvetően én azt gondolom, hogy ezt így is fogalmaztuk meg, hogy vannak olyan emberek, akiknek tudunk segíteni. Ott valójában ez a cél, amit mondasz, hogy A-ból B-be eljutatni. Az azt jelenti, hogy ha van lehetőségünk, és adottak a lehetőség, akkor őt megsegíteni és visszaintegrálni. Tehát az azt jelenti, hogy munkahelyet találni neki, mellette állni abban az időszakban, ami egy viszonylag hosszú időszak, de
ott lenni mellette, akár lelki támasznak is, tehát hogy tud keresni bennünket, tudjuk őt támogatni, segíteni abban, hogy itt nagyon gyakorlatias dolgokról van szó, beszélek például arról, hogyha beáll egy munkába egy fedél nélküli, akkor ha napi 8 órába kezd el dolgozni, akkor hol fog étkezni, hol fog fürödni, hogyan fogja megoldani ezeket a napi dolgokat. Tehát hogy egyértelmű, hogy egy hét után maximum ki fog esni. És hogy ezeket a dolgokat, tehát azt mondani, hogy figyelj, itt vagyunk, biztosítjuk neked, segítünk ebben. Tehát hogy ne hátrálj meg, itt vagyunk, mi megpróbáljuk megoldani ezt a dolgot, oldjuk meg együtt ezt a dolgot. Tehát, de ezeket csak azoknál tudunk, azoknál az embereknél tudjuk, akik már ott tartanak, annyira motiváltak, hogy képesek vagyunk ideig eljutatni. Vannak emberek, akiknek igazándiból nem tudjuk ezt megadni, mert hogy még, hogy mondjam, nem merült fel bennük ez az igény. Önállók az is feladat, hogy egyáltalán ezt az igényt felébreszteni, motiválni őket, hogy miért érdemes újból fölállni, miért érdemes újból elkezdeni dolgozni, miért érdemes egyből újból önálló életet élni. És van egy másik réteg, akiknél pedig már tényleg nem biztos, hogy tudunk segíteni. Önállók a feladat tényleg az, hogy azokat az emberi tehát azokat a szolgáltatásokat tudjuk biztosítani nekik, ami az életben maradáshoz nekik szükséges, tehát, és hogy emberi körülmények között és emberi méltóságnak megfelelően tudjuk biztosítani ezt nekik. Reggelit, ebédet, mosdási lehetőséget, mosási lehetőséget, és ezt fenntartani. Vészesen közeledünk a végéhez. Mondd el kérlek nekem, hogy kik azok, akik kereshetnek titeket. Tehát, de vannak kritériumok, akik eléggé csúnya szóval élve rászorultak arra, hogy már megkeressenek titeket, vannak, akik még nem, hogy történik ez? Kik azok, akik titeket megkeresetnek a problémáikkal? Alapvetően, aki bejön hozzánk, nem kérdezem meg, hogy ő most hajléktalan vagy sem, nem is érdekel. Tehát ő bejön, az belőleg azért jön be, mert szüksége van. Tehát tudatosan tudja jól, hogy miért jön. Tehát, hogy mi ez a hely, és miért jön ide. Én azt nem kérdezem, hogy ő most mi az élettörténete, vagy hogy milyen azokból. Tehát tudom jól, hogy vannak olyan kliensek, vannak olyan vendégeink, akik hajléktalanok, vannak, akik nyugdíjasok. És azért jönnek, mert hogy nem bírják a nyugdíjból fenntartani magukat, és szükségük van arra, hogy itt étkezzenek. Bárki bejöhet, aki rászorul. Természetesen vannak kritériumok. A kritérium az ilyen nagyon egyszerű és gyakorlatias, az azt jelenti, hogy személyigazolványjal kell rendelkeznie, egy tajkártyával kell rendelkeznie, és mivel hogy egy közösségben van, egy tüdőszűrő lelettel kell, egy negatív lelettel, hogy tartózkodhat egy közösségben, és hogy nincsen semmi problémája. Igazándiból ez a kritérium, és onnantól kezdve megpróbálunk neki segíteni. És hogy legyen meg a motiváció, de nyilván aki elmegy hozzátok, abban a motiváció már él. Abszolút. Gyönyörű szolgálatot végeztek, én sokáig tudnálak még hallgatni, sok kérdésem volna még, de a műsoridőnk lejárt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, én azt gondolom, hogy kaptam egy választ arra, amivel kezdtem, hogy Isten felhasználta Mózest. Nagy valószínűséggel nem szüksége volt arra, hogy ember végezze el helyette a piszkos munkát, meg tudta volna tenni ő maga is. De lehet, hogy ez egy kapcsolatépítés volt ember és ember között, hiszen hát mégiscsak erre születtünk, hogy szeressük egymást. És amivel szeretném zárni ezt a mai műsort, az Stu mondata, adni cool. Úgyhogy merjünk bátran adni, osszuk meg magunkat másokkal. Áldott hetet kívánok mindenkinek!